mozgalom indult Ukrajnában, hogy engedjék szabadságra a katonákat. Feleségek, anyák szerveztek ezért tüntetést Kijevben. Oroszország és Ukrajna között lassan 2 éve tart a háború, és sok katona a kezdetektől fogva harcol a fronton. Münchenben is tüntettek, de ott a német kormány ellen, amiért ekkora mértékben támogatja Ukrajnát. Az életem egyharmadában nem láttam az apámat. Ez áll az egyik kisfiú tábláján, aki édesanyjával vett részt a vasárnapi demonstráción Kijevben. Hatalmas tömeg gyűlt össze az ukrán fővárosban, hogy követeljék a csaknem 2 éve a fronton harcoló katonák hazaengedését. Azt akarjuk, hogy a kormány meghallgasson minket és meghallgassa a katonákat, akik mind rendkívül kimerültek a fronton. Időre van szükségük, hogy pihessenek, gyógyulgassanak és láthassák a családjukat. A férjemnek és nekem van egy 5 éves fiunk, aki fél életében nem látta az apját, mondta a megmozdulás egyik szervezője. A tiltakozó akciót néhány nő szervezte, akik már hosszú ideje nem látták a férjüket. A mozgalomhoz több ezren csatlakoztak. A szabadságra nem csak azért van szükség, hogy a katonák kipihenhessék magukat, hanem azért is, hogy azok, akik majd a helyükre lépnek, érezzék, hogy a szolgálat nem tart örökké, mondta egy résztvevő. Közben nem csitulnak a harcok. Poltava régiót a hétvégén orosz légicsapások érték. Összesen 13 rakétát lőttek ki, amelyek közül az ukránok 4-et semmisítettek meg. Éppen csak megszólaltak a szirénák, már is hallottam az első robbanást. Nagyon hangos volt. Megijedtem, mert kisgyermekeim vannak. Azonnal kimentünk a folyosóra az iratainkkal, mondta egy nő. Egy ipari létesítményt 2 rakéta is eltalált. 150 tűzoltó kellett a lángok megfékezéséhez. A második robbanáskor elmentem elzárni a gázt, akkor láttam a lángokat. Olyan hatalmas volt a robbanás, hogy kinyíltak az ablakok és az erkély ajtók, mondta egy szemtanú. Közben Münchenben ezrek tiltakoztak a kormány költségvetési politikája ellen. A folyamatos demonstrációk ellenére Berlin továbbra is súlyos adókkal sújtja a németeket, miközben hatalmas összegekkel támogatná Ukrajnát. Az állam támogathatja a fejlődő országokat, de először a saját szenvedő polgárain kell segíteni, mondta egy férfi. A német kancellár nemrég bejelentette, idén 7 milliárd euróval támogatnák Ukrajnát. Ugyanakkor hozzátette, hogy az ukrán győzelem érdekében az Európai Unió többi országának is a zsebébe kell nyúlnia. Szeretném, ha egész Európa növelné a hozzájárulását. Nem lehet helyes, hogy Németországnak ekkora a részesedése, mondta Olaf Scholz. Az uniós országok február elején állapodhatnak meg az Ukrajnának szánt támogatásokról.